És akkor már csak egyetlen lóra kell várni. 4 millió forintos özdíjazásért a Nemzeti Galopliga második futama. Ez egész éves versenysorozat. A Nemzeti Ügető és Nemzeti Galopliga, hogyha minden héten, szombaton, vasárnap érdemes kilátogatni a Kincsen Parkba. Ugyanígy 2-től 6-ig, 7-ig tartanak a futamok. És akkor jöjjön a Nemzeti Díj utolsó résztvevője a képbe. Jön Charleston, mindenki a helyén. Start, elindult a 2018-as Nemzeti Díj, és ahogy vártuk, Turtupári nagyon-nagyon hamar talpon van, szinte kirobban, kirepül a gépből, és már most 2-3 oszas előnnyel rendelkezik Magisztráttal és Muizember Rokkal szemben. Kívülről Smiling próbál hozzájuk csatlakozni, majd jön Andurir és Vizi Tinor, esti fény a középmezőnyben, Botanista Egyetemben, San Siri egyelőre a sor végén, Iron Boy Charleston és Kalakci társaságában. Az ügető átjárót elhagyva egyelőre 5-6 hosszal vezet a top favorit Turtupari, az élen Jaroszlavinek hátra néz, hol jönnek a többieket, egyelőre nem nagyon jönnek sehol, egymást figyelik talán az üldözők, de a favorit egyelőre messze van tőlük. Magisztrát a második, Smiling a harmadik helyen, majd Muizemberuk, Vizi Tinor, érkezik Andurir, Nagy egészen jó versenyt fut, Csalán is viszonylag közel van, aztán érkezik esti fény, Charleston, Kalakci, San Siri és Iron Boy a sor végén. Az utolsó 600-ra fordulva még mindig nagyon könnyedén vezet Turtupari, sőt, növelte az előnyét, ez most már legalább 10 hosszas előny. Turtupari megkezdi a táborozását a mezőnynek. Turtupari már a befutóra fordul, mögötte szinte mindenkit lovagolni kell, Vizi Tinor, Magisztrát, Muizember Rock, aki megindul, és szép lassan jön föl most már oda a második pozícióba. Van még hátra nagyjából 300 méter, vezet Turtupari, nem lehet megverni Turtupari, szinte repül ez a ló, továbbra is veretlen, Turtupari Jaroszláv Linekkel letávolozza a Nemzeti Díj mezőnyét, micsoda ló, Turtupari megnyeri a Nemzeti Díjat, Turtupari, micsoda győzelem, Turtupari Fari győzelem a Nemzeti Díjban, Turtupari mögött Muizember, Rokka második, esti fény a harmadik, aztán Csalán és Iron Boy. Fantasztikus, fantasztikus ló Turtupari. Jaroszláv Linek sem kellett volna talán rá. Egyszerűen, hát nagyon-nagyon nehezen találok jelzőket erre a lóra. És Muizember Rock, akit, hát azt nem mondom, hogy megálmodtál, de opa, azt mondtad, opa. Hogy nagyon, hát ennyi van a lóban még. A sövényekhez. Atya világ, hát Lineket világá vitte ez a ló, mert ugye a Suták Csegő egy könnyűkezű lovassal, azt mondtuk, hogy benne van, de egyébként szereti Turtupari, nagyon úgy tűnik, hogy hagyni kell, hadd galoppozzon. Én egy nagyon picit, és most már elmondhatom, talán szkeptikus voltam, azért 1006-ra a legjobb háromesek mezőnyében, a nagy mezőnyben, azért szerintem lesznek ellenfelé. Hát mint hogyha nem lett volna a versenyben, a többiek futják a magukét, és van Turtupári. Van Turtupári, igen, van egy Muizember Rock, akitől azért nem véletlenül vártuk a jó futást, és esti fény... Vártad te nagyon hype-oltad Muizember Rockot, mondjuk el. Hogy ugye a Turf ezúttal jól tippel, hát azt a másik versenyt, azt Muizember Rock nyeri meg, igen. És akkor van egy verseny, ahol walkoverrel gyakorlatilag Turtupári. Ugye Csalán megeszik még egészen mindenki. Jól, és a szerb lovak közül sem az ön éppenséggel legjobban, akit vártunk. Mennyi lehet itt a különbség? Hát egy 10-es. Hát 10-es. 8-10 hossz lesz majd. Vizi Tinor komoly csalódás, azért tegyük hozzá gyorsan, és a szerbek közül pedig Iron Boy, az aki végül ötödiknek jel. Hát hogy mennyit jelent majd?